Halló mindenki! Azazaz, ismét eljött hozzátok, és ezúttal köszöntelek benneteket a Darksidersben. Since the dawn of time, the armies of heaven and hell have waged an endless war. Drawn to the conflict was the Charred Council, an entity bound by ancient laws to preserve order and balance. It held that any great power, unchecked, threatened the very fabric of the universe. In time, heaven and hell came to honor the Council and its laws, for none were beyond the swift and terrible justice of the Council's enforcers. A fearsome brotherhood, known as the Four Horsemen. Amid the turmoil, the first humans emerged. The Council foretold that these weak but cunning creatures would someday be integral to the balance. Thus, a third kingdom was named, the Kingdom of Man. By order of the Council, a truce was forged between heaven and hell. The Great Pact was bound by seven seals, to be broken at the appointed time, when man's kingdom stood ready for the End War, a battle that would bring balance and determine the ultimate fate of the three kingdoms. Okay. Érdekes háttérsztori. Hoppa, hoppa, hoppa!
Te Jézus Isten! Elmúlt a OP formom. Duplát is ugrém, mert nem sokkal dobnak, de... Szóval, hogy megáll a levegőbe? Ezt kell leölnöm? Az a milyen épület volt? Láttátok? Full üres az egész. Ott egy démon kap. Na, itt is egy. Hogy még két? Tud mászni. Minden játékban kér. Fuss innen! Jesus! Mi a szent háromság az? Miles and Miles to grab a traversdom. Hello? Elszakadt. Elszakadt a cél. Na gyerünk. Juhú. Ja! No 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 no. Fel tudnak ide jönni? Nem.
Az leesett. Akkor megyek. Megint lejönnek ilyenkor? Haha, szia! Meglepi! Így, te kis nyuszika, így. Démonírtás. Csöcsmizok. Oké. Kicsit fast pace, vagy... Jesus! Kicsit fast pace a játék, de... Ilyenkor te... Na, van ez a kivégzés dolog, és akkor tök biztos, hogy így megvárják. Jesus. Vagy kinyírjam a másikat. Ouch. Ja, hogy négyen életség. Még? Ó, nem az. Ezek körbeállod is. Feküdj! Rossz kutya. Másik kukat. Ó. Az elven fel tudok venni dolgokat. És ezzel csak így ütök vele. És a jobb klik. Ó, menő. És hogy dobom el? Csak egyet dobni. Hogy dobom el az asztalt? Széttörtöm az asztalt, az kész. Ujj, csöcsmizó. Halló? Az igen. Mi az a sokat angyalod? Megnézem, hogy tudok -e szállítani. Nem csinál semmit egyelőre. Nem tudok el semmit. A válasz, le tudok esni. Tudok, hogy ilyen atomjaikra robbannak a mondjuk kocsik. Erre kell menni? Látom a kis minimetben, hogy merre a kormosz. Nem tudom, aki ellen harcolok. És nem értem, mert angyalt is ölök, meg démont is ölök, meg szirénáznak a fülembe. Minden történik, csak az nem, mert Jézus Mária. De ez nem ér, mert ezek repülnek és range-es fegyőjük van. Ez már egy bedesz angyal. Meg egy bedesz démon. Nom nom nom.
impossible. Abaddon. Abaddon. What is this? Where are my brothers? This cannot be. A final seal. My lord! How did this happen? The seventh seal was not broken! Abaddon! What in heaven's name have you done? I answer the call. Most ezzel a benga izével fogunk megkezdeni. Jesus. Nem érem el. Oké. Szóval lehet eljönni. Aha! Na legalább 4 jelenteket. Nesze! Horseman, you forget the law. No call is given.
Yet the Destroyer marched, and there you were found, under his black banner, if the claims are true. To hell with your claims! The seals were broken! I was summoned! Then where are the other horsemen? Were they not summoned as well? The seven seals are hidden, as they have been since the pact was forged eons ago. All of them intact. There was no call. You raided the Dark Ones, broke a sacred covenant that has doomed mankind, and threatened the balance. Do you deny it? When I rode, heaven and hell were already at war. Abaddon was there. He knew something. Abaddon fell, fighting off the chaos you unleashed. I fought powerless against the demons, and still you accuse me? Your defeat proves nothing. Likely the Destroyer cast you aside when he was finished with you. You have defiled the law, Horseman. You will be punished. I serve only the Council. Only the balance. As the Horsemen always have. Send me back. I will punish the ones responsible. How? What hope do you have against the Destroyer's armies? You are powerless. Then I will fail. And the demons will have carried out your sentence. Na, hát kidobáltuk magunkat valamennyire, úgy érzem. Szóval elvileg valamit rosszul csináltuk, szerintük, de... Okay. Remember that, or I will really get under your skin. Enough! Rise, war, and arm yourself. Hát emberek, ennyi fért bele mára. Igazából kezdünk bele kerülni a történetbe. Valahogy nem teljesen értem még, hogy mi történik ezzel a Horsemannel. Valószínűleg valami gebasz történt, és ezért küldték le, és ezzel megszegte ugye a törvényt, úgyhogy a következő részben kiderül, és úgyhogy kaptuk egy barátot is magunk mellé, aki hát lehet nem a legkedvesebb, de legalább lesz valami vicceske mellettünk, úgyhogy érdekes lesz folytatni ezt a történetet, kíváncsian várom, hogy mi fog történni. Lájkoljatok, iratkozzatok fel, hogyha tetszett a videó, és hogyha szeretnétek még ilyen Darksiders részeket, akkor írjátok meg a kommentben. Köszönöm, hogy itt velem tartottatok, addig is, sziasztok!